Tisztelettel köszöntöm az ütköző nézőit. Nos, kérem szépen, mi itt már remek hangulatú nulladik beszélgetésen vagyunk túl. Engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégeinket. Havlik Fruzsina, tisztelettel köszöntöm. És Dömény Krisztián. Az ifjú hölgy az Esélyek Háza diák segítő csapatának egyik illusztris tagja. Örülök, hogy itt van velünk. Dömény Krisztián pedig a Közéleti Kör országos elnöke, és szintén civil szervezetként apostrofálom az önök szervezetét. Ez tökéletesen rendben van így. A korkülönbség ebben a pillanatban elhanyagolható, és ahogy a nézőknek már elmondtam, itt most nem ütközlő lesz, és nem is ütközett, sokkal inkább egy olyan beszélgetés, ami megmagyarázza, hogy a hasonlókorú fiatalok miért választják a civil szervezeteket. Fruzsinától kérdezem először, hogy ugye a 9-es a Teleki Blanka gimnáziumban. Miért gondolta úgy, hogy segít nekünk felnőtteknek, hogy a civil szervezet kicsit civil szervezeteket kicsit jobban megismerhessük? Hát őszintén szóval mindig is érdeklődtem ez az önkéntes munka iránt, hogy segítsek ebben is az idősebbeknek, hogy az egy idős korúakkal, mint én, azoknak is jobban megismertessem azt, hogy ilyen munka lehetőség is van, hogy nem csak pénzért lehet dolgozni, hanem igenis ingyen is el lehet vállalni olyan munkákat, ami nem szükséges sok időre, hogy meg beletanuljunk, de mégis nagyon sokat segít a társadalomnak. Hiszen ez nagyon fontos. Krisztián, hogy kezdte? Hát nekünk az első indítatás az volt annak idején, mikor megalapítottuk a Közéleti Kört, hogy észrevettük azt, hogy a körülöttünk lévő világ olyan, hogyha mi akarnánk és azt mondanánk, hogy szeretnénk valamit tenni azért, hogy jobb legyen valami, akkor igenis ennek megvannak az útjai. És ezért döntöttünk úgy, hogy mi is elkezdünk valamit tevékenykedni a saját erőnkből és abból a gondolatból, hogy mindenkiben van valami, amivel tudja segíteni a társadalmat. Szoktak beszélgetni erről, a hasonló gondolatokról, hogy miért is segítenek? Hát nyilván a barátnőivel közösen tesznek azt, amit tenniük kell most már 15 esztendősen. Nehéz feladat, annyi szent? Hát igen, nehéz feladat, mert a generációk között annyira nagy különbség van. De igen, szoktunk beszélgetni, hogy jó lenne segíteni itt és itt, és tényleg lépni kell ahhoz, hogy segítenünk kell. És szerintem ez igen, fontos. Mi az, ami szóba kerül leginkább, amikor szó esik arról, hogy most az Esélyek Háza, ugye a diák segítő csapatáról beszélünk? Hát amikor én elvállaltam a tárlatvezetést, akkor én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen egyszerű és ilyen felüdítő élmény lesz. És amikor itt benne vagyok, akkor érzem azt, hogy ez előre segíti a generációt, előre segíti a következő nemzedéket, és egy jó példát mutat. Ugye szeretném kisegíteni a nézőket, mégpedig azért, bár nagyon-nagyon sokan voltak az Esélyek Házában ezen a kiállításon, de azért ugye a történelem a mának, és a tárlat pedig a Anne Frankról szól, amelyet azt hiszem, hogy 40 országban láthattak már, 4 kontinensen, és üdítő látvány volt, hogy önök is segítettek bennünket, hogy megérthessük. Erről majd később beszélgetünk még, viszont akkor nézzük a Közéleti Kört. Ön már azt hiszem, hogy mondhatom, hogy fiatal felnőtt, aki rövidesen azt az úgynevezett stafétabotot átveszi majd tőlünk. Hogyan tudnak rajtunk segíteni? Szülőkön, nagyszülőkön. Hogyan lehet megfogalmazni azt, amit egy Közéleti Kör, egy civil szervezet adhat nekünk 2011-ben? A legfontosabb ebben, amit véleményem szerint mi tudunk adni, az az, hogy az az út, amin keresztül mi a társadalom felemelkedését el tudjuk képzelni, ez mindenképpen a közösségépítés, hiszen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ha egy ország tagjai vagyunk, akkor alapvetően egy közösségben vagyunk, és ez a közösség felelősséggel jár, egymás iránt felelősséggel tartozunk. És hogyha ez a felelősség kialakul az emberekben, és például a fiatalok úgy viszonyulnak, akár a felnőttekhez, a szülőkhöz, vagy az idősekhez, és ez fordítva is, akkor
akkor igazából egy kölcsönös tisztelet és egy kölcsönös segítség tud kialakulni az emberek között, ami azért nagyon fontos, hiszen csak úgy tud egy társadalom felemelkedni, vagy csak úgy tud egy társadalom előrelépni bármilyen kérdésben, hogyha sorsközösséget vállalunk ténylegesen azokkal, akikkel együtt élünk. Ezért az az út, amit a közéleti kör kínál, mindenképpen mindenkinek segít, hogyha eredményesen tudjuk ezt az utat tartani, és tudjuk. Mit kapott ön a tegnapi tárlattól? Hiszen az figyelemre méltó, amit Krisztián elmondott nekünk. Hát nagyon jól megismertem azt a témát, amiről a tárlat szól. Nagyon jól bemutatták nekünk, mint tárlatvezetőnek. Sokkal több információt tudtunk meg, mint maga a tárlat mutat. És tényleg egy élmény, egy tapasztalat bemutatja az akkori világot, hogy azt az emberek hogyan élték meg, és mi most hogyan élünk, és hogyan gondolkodunk erről. És nagyon-nagyon sokat kaptam ettől. Fontosnak tartja, hogy a későbbiekben ezt továbbadja? Igen, mindenképpen. Kiről fog, vagy illetve hát nyilván ez tegnap volt, és valakivel már értelemszerűen beszélt. Elmondta a szüleinek például, hogy mi mindennel gazdagodott? Nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi van az iskolában, vagy mi van éppen itt a tárlaton, és igen, nagyon megbeszéltük mindent, hogy miket tanultam, mind a zsidókról, mind a holokausztról, mindent megbeszéltünk, és ők is érdeklődést mutattak ez iránt. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehet ezt továbbadni. Tehát ugye kérdezem majd egyik oldalról öntől, hogy beszélgetette az osztálytársaival, évfolyamtársaival erről a tanulságos történetről. A másik pedig, hogy önök megfogalmazták-e már, hogy a közéleti kör milyen felelősséggel jár? Kezdjük Fruzsinával? Hogy gondolják? Nyugodtan kezdjük. Krisztián? Hát, hogy milyen felelősséggel jár a közéleti kör tevékenysége? Úgy bizony, mert én azt gondolom felnőttként, hogy ez tényleg felelősség, tetszik, nem tetszik. Igen, amikor meghatároztuk azt, hogy nekivágunk ennek az útnak, és jó magam is, amikor azt mondtam, hogy elvállalom azt, hogy a vezetője legyek ennek az egésznek, ilyenkor természetesen az ember átérzi ennek a súlyát, és azt, hogy igazából csak akkor van ennek eredménye, hogyha ezt át tudjuk adni másoknak, és hogyha folyamatosan kialakul egy olyan láncolat, ami azt eredményezi, hogy a különböző generációk ebbe belekapcsolódjanak. Ez nem csak visszafele működik, hogy fiatalokat vonunk bele egyre, hogy telik az idő, hanem idősebbeket is, felnőtteket is. Ezt észre is vettük a közéleti kör tagságán, hogy teljesen változóan alakul az, hogy mikor felnőttek, mikor jönnek be fiatalok ebbe a közéleti körbe, és mindenképpen azon kell dolgozni, hogy ennek a továbbadása az mindenképpen egy fő cél legyen, hiszen csak akkor fog tudni életben maradni, és csak akkor fogjuk tudni elérni azt a végső célt is, hogy itt kialakulhasson tényleg egy olyan élet, ami mindenkinek jobb lesz reményeink szerint, és mindenki egy élhetőbb világban élhet. Én is tapasztaltam azt, hogy az emberek tényleg érdeklődnek az iránt, hogy tegyek a közösségért. Nagyon sok ismerősöm van, akik azt mondták, hogy később önkéntes munkát ők is szeretnének vállalni. Én is már egészen kicsi korom óta azt mondtam, amikor láttam az idősebbik testvéreimen, hogy ők is mennek és dolgoznak, akkor én is azt mondtam, hogy hát én is szeretnék adni valamit a közösségnek. És szerintem ugyanígy vannak a fiatalabbak is, akik nálam vagy nálunk fiatalabbak, mert ők is látják ezt a jó példát, tudják, hogy ez jó, hogyha ezt megteszik a közösségért, és szerintem ez a folyamat sosem fog kihalni, hogyha így folytatjuk ezeket a munkákat. Ezzel egyetértek, ugyanakkor voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ugyan már Fruzsina. Szerencsére én ilyet nem tapasztaltam a körömben, de biztosan volt olyan, aki tapasztalta azt, hogy hát, hogy ezt nem, mégis azért ezt nem kell csinálni, ezt majd más elvégzi. Krisztián? Nálunk is természetesen tapasztaltunk olyat, hogy amikor teszem fel, valaki azt mondta, hogy hát akár túl fiatalok vagyunk, vagy akár olyan célokat tűzünk ki magunk elé, aminek mi nem is láthatjuk, hogy egyáltalán van-e valamiféle jövője. Természetesen vannak ilyen vélemények is, de ezekre a kérdésekre megvannak azok a válaszok,
amelyekkel igazából ezeket rendezni tudjuk, és végső soron ez azért nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket rendezzük, mivel az egyik legfontosabb gondolatunk, hogy a jövő mindannyiunkon múlik, szó szerint mindenkin, és ezért van az, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen rendeznünk. Ebben teljesen egyetértek, és szerintem sosem vagyunk elég fiatalok ahhoz, hogy ezt elkezdjük. Sosem vagyunk elég fiatalok? Ezt mondja 15 esztendősen? Igen, én ezt mondom, szerintem akár tavaly is elkezdhettem volna ezt a munkát, és később is el lehet kezdeni, szóval ebből nem lehet kinőni, és nem lehet elég korán elkezdeni. Önálló hiteles elképzeléseik vannak, ezt tapasztaltam most a rövid beszélgetésünk során is. Tudnak-e megjelenni maguk mellé barátnőket, barátokat? Hogy kezdenek hozzá? Tehát nem kampánybeszédet várok én, mert az mindig csak egy akció, hanem egy hiteles elképzelést, ahol meg tudják fogalmazni az alapvetéseket. Ha egy olyan barátnővel találkozna, barátnőjével, aki még nem dolgozik önökkel együtt, hiszen ez részben munka, nem csak szórakozás, mert felelősséggel jár. Hogy győzni meg, hogy álljon önök közé? Igazából az emberek elég sokszor látják, hogy élvezek egy munkát, és akkor rögtön hívom őket, hogy hát ők is próbálják ki, mert ez tényleg élvezet azt, hogy adhatnak egy közösségnek, adhatnak egy újabb generációnak, tényleg az utánunk következőknek, sőt az idősebbeknek is ezzel. És én mindenképpen megmondanám neki, hogy lehet, hogy ez fáradtsággal jár, de nagyon megéri. Ezt nagyon-nagyon megéri. Igen, ezzel én is maximálisan egyetértek, hogy hogyha azt látják rajtunk, hogy amit csinálunk, az élvezettel történik, és hogy nekünk ez jó, akkor ez nagyon könnyen tudnak az emberek hozzá csatlakozni. Meg hát ráadásul a közéleti kör tulajdonképpen a barátságok útján jött létre. Tehát, hogy a tagságunk is tulajdonképpen úgy épült fel, hogy barát szólt barátnak, vagy ismerős szólt ismerősnek, hogy fú, ez milyen jó dolog, és akkor csatlakozz. Tehát igazából a mi közösségünk tulajdonképpen egy ilyen baráti láncolatból alakult ki, amiben az a legérdekesebb, amikor ezek az emberek találkoznak, és ott igazából ugye csupa ismeretlen ember is, de igazából mindenki közvetett úton ismeri egymást. Van egyáltalán valami, amiben nem értenek egyet? Most ebben a pillanatban? Hát én a beszélgetéssel nem tudtam olyat lemérni, amiben... Rendben, akkor nézzük meg a jövőképet. Milyen a jövőképük? Gyors változást szeretnének? Fenntartható fejlődést? Vagy éppenséggel, ahogy megfogalmazta Fruzsina, hogy segít a következő nemzedéknek? Tehát akik még talán most születnek meg, igen, és példaképeik lesznek, segítenek a szülőknek is, és ha úgy tetszik, az én korosztályomnak, a nagyszülő korosztályának. Hát szerintem ezt a folyamatot nem szabad gyorsítani, mert ez magától jön, hogyha mindegyik generáció rátesz egy lapáttal, ha így lehet kifejezni, és akkor jön a változás. Ez folyamatos dolog, ez nem lehet az, hogy akkor ma így állunk, és akkor holnap ez már teljesen ki van épülve. Igen, ezt én is így látom, hogy ez egy folyamat tulajdonképpen, de ezért a folyamatért folyamatosan tenni kell, hogy ez megvalósulhasson, és igazából ez a legkülönlegesebb az egészben, hogy nem tudhatjuk azt, hogy időben mikor születik esetleg meg az a változás, amit elképzelünk. Habár az is szerintem folyamatosan születik, tehát hogy mindig vannak olyan történések, amelyek már valahogy azt a jövőképet jutatják eszünkbe, ami az elképzelésünk. De mindenképpen ez egy folyamatos munka, ami azért nagyon érdekes, mert sosem tudhatjuk, hogy mikor lesz igazából eredménye. Milyen lesz az a világ, amit elképzelnek? Lehet utopisztikus is. Felkészültek már rá. Szerintem biztos, hogy gondolkodtak erről. Krisztián vagy Fruzsina? Vagy fordítva? Hát szerintem most kezdte. Hát a mi jövőképünk igazából utopisztikus. Tehát, hogy... Nem mondanék igazat, hogyha nem lenne ez a gondolatunk. Erre sokan azt mondják, hogy ez gyermeki gondolat, és hogy ilyen sose lehet, de én ahogy egyre növök fel, ugyanúgy hiszek benne, és ugyanúgy nem. Sőt, az a bizonyítékom arra, hogy nem gyereki gondolat ez, hogy van olyan 50 meg 60 éves ismerősöm is, aki ugyanezt mondja, hogy ebből igenis lehet valami. Tehát a mi jövőképünk mindenképpen az, hogy
ezzel létrejön egy olyan világ, ahol az emberek egymásért tesznek, ahol az emberek tisztelettel fordulnak egymáshoz, és hogyha belegondolunk, hogyha az emberek ezt, tehát hogyha mindenki hozzátenné saját magát a világ alakulásához, akkor micsoda világban élhetnénk? Hát szerintem mindig lesznek olyanok, akik így ebből a jövőképből kivonják magukat, akik azt mondják, hogy kösz, nekem ebből nem kell. De szerintem az, hogy mi csatlakozunk egy ilyen szervezethez, már oda tesszük magunkat egy jövőképért, ami jobbá teszi, vagy jobbá teheti a következő évezredeknek a javulását, vagy elkövetkezését. Remek gondolat. 10 év múlva én legalábbis bízom benne, hogy találkozunk. Meghívom magukat ide, Fehérvár televízió stúdiójába, ha nem is ugyanilyen díszletek közé, és akkor az utolsó szó jogán megkérem önöket, hogy mondják el, hogy mondjuk 10 esztendő múlva hogy búcsúznának el a székesfehérváriaktól. Minden belefehér várja. Doktor Havlik Fruzsina. Az még kicsit mondan? Messze van. Igen. De, hát Fehérvárért és az egész világért tesszük ezt, és hajrá. Még mindig? Igen. Lemény Krisztián valahol a koncertpódium árnyékában. Igen. Hogy búcsúznék el most a fehérváriaktól? Mondjuk 10 év múlva. Vagy 10 év múlva? Igen. Azt, hogy dolgozzunk tovább azon, hogy mindannyiunknak jobb legyen a világ. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, rendben.